Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Nagyapám, Isten nyugosztalja, hitt abban, hogy a jó emberek temetésén mindig jó idő van. Ha valakit esőben vagy fagyban kellett eltemetni, annak nagyapám sejtése szerint kellett, hogy legyen valami hibája is. És ha ezt a logikát kiterjesztjük a mai programunkra, akkor a derűs napsütés, ami most megint itt ránk köszöntött, talán azt jelzi, hogy valami jó dolgot indítunk az útjára. Az idei 1%-os kampány előkészítése során volt alkalmam visszatekinteni adománygyűjtő akció múltján. Érdekes időutazás volt látni, hogy az elmúlt közel 20 esztendőben hogyan jutottunk el a zsidóság soha el nem felejthető szenvedés történetétől az értékképzés hangsúlyozásáig, idei kampányunk központi üzenetéig. A Mazsész idei 1%-os kampánynyitányán zsidó hírességek munkásságáról fogunk beszélni. Olyan emberekéről, akik magyar zsidókként valami különlegeset tettek, vagy hoztak létre az egész ország, vagy gyakorta az egész világ jobb működése érdekében. Hölgyeim és uraim! A múltunkra büszkék lehetünk, a jövőnket építsük együtt. Mert azt szeretnénk, ha Magyarország mindenkit tettei szerint minősítene. Legyen valakinek a bőrszíne világos vagy sötét, tisztelje az Ószövetséget, vagy szeresse azt az Új Szövetséggel együtt, legyen bármilyen a nemi identitása, vagy tartozzon a politikai baloldalhoz, legyen konzervatív meggyőződésű, mindig és mindenkit a tettei minősítsenek. Az 1%-os kampányunk nyitó rendezvényeként ma egy különleges szoborparkot avatunk. 10 magyar zsidó ember szimbolikus szobrát, értékteremtő munkásságuk alapján esett éppen rájuk a választás, és nem volt könnyű dolgunk, a kiválasztásnál akár az egész várost megszólhattuk volna nagyjaink szobraival. Amikor az értékteremtést helyeztük kampányunk középpontjába, akkor számunkra magától értetődően akárkik nem avathatják fel szimbolikus szobrainkat. Felkért barátaink között van egyetemi tanár, van közöttük fideszes politikus, baloldali újságíró, építészmérnök és az akadémia egykori elnöke, a hazai innováció emblematikus alapja, de itt köszönhetjük Európa legnagyobb zsinagógájának rabiát is. Közös bennük, hogy a nagy elődökhöz hasonlóan saját működési területükön mindnyájan értéket teremtettek. Olyat, amelyre minden magyar, zsidó és nem zsidó egyaránt büszke lehet. Meggyőződésünk ugyanis, hogy az értéket középpontba állító sokszínű Magyarország válaszolhat csak sikerrel korunk kihívásaira. Szeretnénk ezért, ha a mi szoborparkunk nem csak az 1%-os adófelajánlásnak, hanem az említett sokszínű értékképzésnek is szimbóluma lenne. Köszönöm figyelmünket, és senki ne feledje, a Mazsész technikai száma 03-58. Köszönöm szépen!